Szeretettel köszöntök mindenkit, ugye milyen ügyes gyerekek terennek Erdély földjében. Ahhoz, hogy egy gyerek teljesítse, énekeljen, szorzótáblát tanuljon, verset tanuljon, az elsősorban meg kell nyugtatni. Gyerekek bekerülnek hozzám, tele vannak feszültséggel, idegességgel, félelemmel, szorongással, nem tudnak ők összpontosítani a leckére. Az első dolog az, hogy kicsi szívem, na, törődjünk meg, jó vacsora, nyami, be kell fektetni, kialuszta magát, és utána kíváncsi lesz a gyerek, kihúzza a fiókot, kinyitja a könyvet, elkezd fejlődni, kibontakozni. Én gondolom, hogy a mi társadalom tele van feszültségekkel jelenleg. Annyi idegesség, veszekedés, civakodás, adok, kapok, szóval, hogy mondjam, legtöbb az alkotó erő valahol ezért alszik bennünk. Észtel ez a román-magyar meccsatok Bukarestben, félelmetes, hogy mennyi indulat van az emberekben, milyen könnyen, milyen durván megsértik egymást. Ha mi úrunk Jézus Krisztus nézzük, hát ő mindig nyugtat, ne féljetek, bízzatok, veletek vagyok, legyőztük a gonoszt. Mi meg se született már, ugye, hívja a pásztorokat, küldi az angyalait, hogy szóljatok, egy kicsit a maflák elaludtak, de ébresztő, gyertek, jó lenne találkozni. Csillagot rak az égre, hogy a napkeleti bölcsek oda találjanak. Közösséget formál Jézus Krisztus. Nyilvános működése első napján, gyertek, nézzétek meg, hol lakok. Nála aludtak aznap az apostolok, ezek a südő fiatal emberek. Találkozás, közösséget formál. Küldi a 12-t, a 72-t, menjetek, szólítsatok meg minden ember. Olyan szép, hogy mondja Jézus, gyertek hozzá mindjárt, akik elfáradtatok, mint az élet terhét hordozzátok, én felüdítselek titeket. És nem csak a jókot hívja Jézus, de elmegy a garadai ördögöshöz. Saulhoz, a bankárhoz, ugye, aki egy kicsit tenveskező, mindenkit megkeres. Olyan szép, hogy azt mondja, hogy majd ha felemelnek, mindenkit magamhoz vonzok. Közösségteremtés, társadalomteremtés. Ha megnézzük népünk múltját, igazából kikről neveztek el templomokat, tereket, utcákat, iskolákat? Azokról a politikusokról, közéleti személyiségekről, akik integrálni, befogadni tudtak. Erdélyből jöttünk. Erdély védőszentje Szent László király. Ugye egy polgárháborús helyzetben foglalt el a trónját, de képes volt a pogány magyarokkal szóválni, képes volt a keresztény magyarokkal, különféle irányzatokhoz tartozó emberekhez, hogy senkit nem taszított el. Annyira szép, ugye, amikor a fogok betörnek Veszterce környékén, szembe megy, legyőzi őket. És ugye hát korabeli népszokás szerint kezdték a legyőzött ellenséget aprítani a magyar vitézek, és azt írja az életrajz, hogy térre borult, és sírva kérte a katonáit, ne bántsátok, hívunk papokat, majd letelepítsük őket, tarítsuk őket, magyarázzuk, hogy mi a szeretet lényege, békébe együtt építsük az országot, és háborúba együtt védjük meg. Elég nagy ez a Kárpát-medence, van itt hely bőven. Milyen ez az integráló, befogadó, másik felé nyitni tudó lélek. Nagyjá tette Kárpát-medencét, magyar királyságot. Elhoztuk Bethlen Gábor lángnyelves zászlaját. 400 évvel ezelőtt Kolozsváron fejedelemé választották Bethlen Gábor. Mitől lett Erdély aranykora? Mitől lett tündérkert akkor Erdély? Mielőtt hatalomra került volna, Erdélybe rengeteg ellenségeskedés volt. Ugye egyesek így akarták megoldani a helyzetet, Mohács után, Buda ellenesek, mások úgy, mindenkinek megvolt a maga elképzelése, sok pár, de sajnos a bátoriak olyan sokszor furcsán nyúltak a politikai kérdésekhez, hogy a székelyeket magukra halagították, ugye Bátori Endrét, hát a bíboros lefejezték Damokoson, aztán százokkal megostromolta Nagyszebent, aztán Brassót, aztán, hogy mondjam, nagyon-nagyon nagy ellenségeskedés volt. És akkor jön Bethlen Gábor,
Az ő nagyság az, hogy szóba tud állni az emberekkel. Elmegy Temesvári a kalocsai, tehát a pasákhoz. Mohács után biztos, hogy nehéz volt ez a kiengesztelődés. Elment a szultánhoz. Jó, volt egy nagyon fájdalmas múltunk, hogyan tovább? És ebben össze-vissza kúsz a világba, megtalálja, hogy együtt, közösen, hogy tudjuk építeni Erdély földjét, Kárpát-medencét. Ugye nem csak a nemzetekkel, a rendekkel, az egyházak között is megtalálta a párbeszéd hangját. Ugye Pázmány Péterrel nem csak megmaradtak a levelei, hanem együtt, közösen ki tudtak adni egy magyar nyelvű szentírás. Jusson mindenki kezébe Isten igéje, hogy épüljön, szépüljön ez az egész ország. Hogyha ezeket az épületeket nézzük, ugye 1867 kiegyezés. Ferenc Józseffel, azzal az emberrel, aki vérbe folytotta a 48-as forradalmat, a haza bölcse néhány társával elment, leült. Jó. Történt egy súlyos dolog, de a nap felkelt újból az égre, menjünk tovább. Hogyan tovább? És ugye merik felírni arra 100 pengőre németül, magyarul, románul, szerbül, más nyelven is, hogy 100 pengő, hogy mindenki érezze magáénak kiengesztelődés. Mennyi csodaszép épület, városainkat meghatározó épületek ezekben az években, évtizedekben épültek. De nem csak épületek, intézmények születtek. Nagyon sokan Kodály, Bartók, egy József Attila, egy Adi, valószínűleg meg se született volna, hogyha nem lett volna béke, kiegyezés. Igen, nagyon-nagyon fontos lenne, hogy tudatosan törekedjünk arra, hogy kiegyezzünk, hogy békét teremtsünk a társadalmunkba, szívünkbe. Mi Urunk Jézus Krisztus nem hiába küld azzal a köszöntéssel, béke veletek. Hogy kudarcok vannak, hogy nehéz. Gyerekeknek ezt úgy szoktam elmagyarázni, képzeljétek el, gyerekek, hogyha a Jézus Krisztus ilyen 21. századi fiatal lett volna, akkor karácsony estén sírva hazaszaladt volna. Menjél, atyám, hát ne haragudjál meg, hát én nem ehhez vagyok szokva, hát nem kell lekidott senkinek, hát egy József kopogtat itt is, ott is, nincs hely, tessék hazamenni. Hát most hogy mondjam, hát végül ne tud meg, menjél, atyám, valahogy majd nehezen egy istállóban megszülettem, borzasztó. Bőgtek a tehenek, valami nagy állat szinte letaposott, szóval összevegyültem szénával, szalmával, ganéval, hát szóval bőrrrr, tehát egy nem ehhez vagyok szokva, hát valami kis mennyi diazepán nincsen itt, tehát áltsa meg ezt a világot, aki akarja. Nem? Hát biztos, hogy Jézusnak is kellemetlen volt menekülni Egyiptomban, de még úgy belefér, nem? Nem könnyű közösséget teremteni. Jézus nem hazudik nekünk, azt mondja, aki utánam akar jönni, vegye vállára a keresztjét, és úgy kövessen engem. De nincs más út. Kiegyezés. Olyan csodálatos, hogy sokszor megtapasztaltam, hogy 20 év alatt közel 5000 gyereket fogadtam be. Hát, hogy mondjam, nem mind angyalok. Az utcáról jönnek, hát milyenek legyenek. Hát, na, olyanok, amilyenek. Nagyon kell szeretni őket. Talán még belefér egy kis történet, hogy van egy lacikam, elmegyek egy gyermekvédelmi központba, egy javítóintézet szerűségre, és ott van egy fiúcska. Hát, hogy meghallja, én tudok magyarul, ugye ott a román környezetben, hogy vigyem haza. Na jó van, na hát elengedik, persze, hogy elengedik. Na vigyettem, örömmel, 13 éves, jó nagy fiúcska, csak egy betűt nem tud leírni. Na mit csináljak? Hát, elbeszélgettem vele, lányul szült az anyukája, aztán ott hagyta a nagymamánál, nagymama nevelgette a gyereket. Hát ugye aztán lassan az történt, hogy Lacika már 13 éves, anyuka csak nem jön utána, anyuka közben férhez ment, lett három másik gyereke, és hát meghalt a nagymama, a rokonok hazavitték Lacikát, most el lehet képzelni, mekkora öröm van, amikor megjön a gólya egyből egy akkora gyerekkel,
nagyon gáz, hogy mondjam, Lacika érzi, hogy egyáltalán nem szeretik őt, ellopott néhány biciklit, ezt-azt, rendőrség, cirkusz, aztán úgy érzi ez a gyerek, hogy a családi élet örömeiből neki elege is volt, köszöni, aki akarja, csinálja őt, kiveszi a ráeső hagyatékból a néhány aranyláncot, kávéfőzőt, ezt-azt, és elindul a nagyvilágba, cselleng. Na hát ugye elfogy minden, és végül Dévára letartóztatják, nincs papírja, nem tudja a nyelvet, hát bevitték oda a gyermekvédelmi központba, na onnan hoztam én el magamhoz. Na de ez már december volt, mindenki már az elsősök is tudtak három betűt, ugye nagy dolog az ám, ma elkezdték Lacikát szívatni, aki még egy betűt se tudott. Hát ő meg úgy gondolta, hogy talán egy seprű nyélel a tekintélyét az osztályba helyre tudna állítani, jól elverte a társaságot, nagy üvöltözés, sikoltozás, csavatesvét, takarítsd ezt a gyereket, mert itt te baj van. Na, oda megyek, most mit lehet csinálni? Sarokba Lacika, körülötte a gyerekek, sok úgy disznódjössz, jelszóval. Hát oda mente, megöleltem Lacikát, elkezdtem a hátát simogatni. Elkezdte ütni a mellemet, engedjem el. Mondom, jó, Laci, elengedlek, elismerd, de hova? Világ kerek, nincs hova elmenni. De nem is erről sokat mondtam, hanem egyszer csak úgy öleltem és simogattam, az a gyerek olyan keservesen elkezdett sírni. Elkezdtem simogatni, nyugtatni, és utána mondom, de gyere, bemutatom a többi gyereket, akiket megverték. Itt van Csabika, 2 éves kora után nem látta az anyját, itt van a másik, a harmadik. És elmondta, a gonosz léneknek nincs keze, nem tud megütni titeket. Nincs nyelve, nem tud rosszat mondani rólatok. Gonosz lélek azt szeretné, hogy te add a kezedet, kölcsön neki a nyelvedet, te mondjál a másikról rosszat. Tudjátok mit, fogjuk meg egymás kezét, és határozzuk el, hogy annyi nehézség ér bennünket, mi többet, se az ujjunkat, se az szívünket, se az értelmünket nem adjuk oda a gonosznak, hogy általunk mosolja a világot, hogy fájdalmat okozzon a környezetünknek. És olyan szép, hogy ezek a gyerekek megértették. Fogtuk egymás kezét, és mondtuk a mi atyánkat, az üdvözlői Máriát, és úgy éreztem, mint a felnők szétszakadnának az égen. És utána, hát felmentünk a lakásba, minden rendben van. Ugye nálunk úgy van az intézetben, hogy verekedni a gyerekkel nem szabad, de tordáztatni azért szabad. Aki a kicsihez hozza, a 100 guggolás, sok a 100, ez 5-öt vertnek, 500 guggolás, azt mondja, azt jelenti sok. Ezt nem tudja megcsinálni. Nekem is úgy tűnt, hogy sok, de olyan padhelyzet volt, hogy mostan, mit mondjak. Na mondom, tudom mit, Laci? Ugye Jézus is meghalt, értünk helyettünk, hát mondom, te csak számoljak, én csinálok. És elkezdtem, hogy 1, 2, azt mondja, mit csinálok? Hát mondom, te ne szólj bele az én magánéletembe, számoljak. Nos, akkor végül ő is elkezdte csinálni, felibe megcsináltuk, másnap olyan izomlázalót alig tudtam járni. Hát hogy mondjam, Laci lassan beilleszkedett az osztályba, megtanult írni, olvasni, hát közelebbről nem fog itt felvételizni az egyetemről, meg aztán a katolikus egyház nem is kell közelebbről szentjavassa őt, de hogy mondjam, van egy szép felesége, van 2 gyereke, és hogyha találkozna valaki vele, és azt mondaná, na mondja el, hogy a 10 legjobb barátját ezen a földön, akkor azt gondolom, én is benne lennék abban a 10-ben. Igen, én hiszem azt, hogy nem elítélnünk kell, nem elítélnünk kell egymást, hanem szeretnünk. Bíznunk kell egymásba. Olyan szép, ugye, hogy a mi urunk Jézus Krisztus ott a damaszkuszi úton Saullal szemben, átdöfött szívvel, átdöfött lábbal. Ez a Saul, hát egy terrorista, nem? Politika, ideológia alapokon elindult, ének idején gyilkosságot szervezni. Ezt a mai világban simán felrúgják, nem? Irányított, célzott, likvidálás. És Jézus nem felrúgja ezt az embert, hanem párbeszédet kezd vele. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ugye milyen jó lett volna, akkor is lett volna egy csomó ilyen kamera, paparazzi, mi egymás, most megnéznénk, kivetítenénk, hogy Jézus párbeszéde a Saul-la, nem? Nincs ilyen. De tudjuk a végeredmény. Ebből a Saulból ugye Szent Pál lett, a népek apostol, aki bejárta az akkori
világot, írta csodaszép leveleit, és élete végén megírta szeretet.